Szakisz. Amit soha nem felejtek el, hogy nem tudom pontos, hogy először vagy másodszor voltam Gyulán, miután mi megismerkedtünk, karácsony volt. Igen. Hát akkor először. Mert decemberben ismerkedtünk meg. Lehet. De ha nem, akkor rá egy évre, de nem, inkább először. Lehet. Hogy ott voltunk a tanyán, igen, de sokan. Igen. Sokan voltunk ott. És a, van egy pici cserépkályha, ugye? Igen. A szobában, ahol alszol. Igen. És azon volt egy tepsi. Igen. És abban örökké hús volt. És én akármikor arra jártam... Anyámnál mindig hús van. Akármikor arra jártam, mert szerintem a nagy szobában volt megterítve bent az asztal, a nagyobb szobában, mivel tél volt. Karácsonykor voltunk lent. Hát biztos, hogy akkor ott volt megterítve. Igen, ott volt megterítve az asztal, de ott volt a kicsi kályha, és ott volt egy tepsi, és azon állandóan sült a hús, valamilyen hús. És én mindig, mikor arra jártam, arról csipegettem egy kicsikét. És ott voltunk vagy 3 napig a tanyán, és azon a tepsin állandóan sült a hús, ezt nem felejtem el, még élek. Az azért sült biztos, mert nem ettük meg, azért mert rossz lehet. Valami öreg tyúk lehetett, ami 3 napig sült. De mindig ott sült. De emlékszem arra is, akkor biztos vagyok benne, hogy legelőször voltam Gyulán veled, Nyíregyházáról jöttem, a főiskoláról. Télen. Szolnokon találkoztunk. Nyíregyházáról jöttem, te Pestről, ugye mobiltelefon nem létezett. Persze. Tél volt, Szolnokon, és rajtam miniszoknya volt, egy harisnyával, meg egy csizmával, és iszonyatosan hideg volt. És úgy találkoztunk Szolnokon a vasútállomáson, hogy egy másodpercünk volt felugrani arra a vonatra, ami Gyulára megy. Tehát éppen, hogy csak felszálltunk, és akkor emlékszem, hogy elmentünk táncolni. Pityu, Böbi, te, igen, én, meg én apád, is. És elmentünk egy zenés helyre. Tudod, hogy ki volt még tudom, ott? Hogy apáddal táncoltam. Az meg tudod, hogy mi volt a... És az a gulyáscsárdába mentünk. És majd befagyott a seggem a miniszoknyában, annyira hideg volt. Még a Zvolenszky Edith is ott volt akkor velünk. Elment, de nem. Edith nagyon beteg. Hogyhogy? Rákos. Hogyhogy? Hát úgy, hogy rákos. Kivették a melléből a daganatot. És hogy is hívják, tavaly. Meggyógyul biztos. Hát reméljük, hogy meg. Ugye azóta nem beszéltem egyen meg vele, mert szoktunk beszélgetni, tudod, Edittel. És azóta nem beszél, nem is találkoztam vele. Na mindenesetre ez volt az első gyulai élményem. Az. Hogy elmentünk, faterra elmentünk táncolni, és én is táncoltam vele, hát életemben első és utolsó ilyen táncos, mulatos étterme volt, ahol tényleg élőzene volt, és táncolni lehetett. És ugye tanyán 3 napig ettük a sült húst, a cserépkályháról ott volt a tepsibe. Soha nem felejtem el, egyszer ez annyira belém égen. Szerintem biztos nem az volt, hanem mindig sütöttem, vagy az olyan szép élmény volt, de ennél többre nem. Na, visszatérünk a kezdő témára, ami az előbb lekapcsolt. Egészségetekre. Bekapcsoltam a kamerát, de valójában nem. Ja, elment egy órás felvétel, úgyhogy nem ment. Tehát a legjobb témák elszaladtak, de fölhozzuk újra. Cserhalmi György. De ez csak egy kiinduló téma lesz. 18 éves voltál. Még nem is voltam. Akkor még nem voltál. Szerintem. 18 éves. A Bosnyák téri piacon Budapesten. Árultam az uborkát, meg a salátát. És Cserhalmi Györgyel csókoloztál. No, egy órával ezelőtt saláta még nem volt. De csak uborka. Hát uborka is volt. Most már kicsit a pánika kihozza az ember a salátát. Saláta is, csak nektem. De a saláta volt az első, utána volt az uborka. Jó. Nem figyeltem meg a témát. Salátát nem mondtál, bocsánat. Csak uborkára volt szó. Csókoloztál a Cserhalmi Györgyel. Igen. Ő színész, tanonc volt, de ott hordál. Tanult. Igen, ő ott hordál volt. Egy másik gyerekkel csak azt nem tudtam megtudni a nevét. Mert azzal nem csókolóztál. Nem. Mert én csak egyel csókolóztam. Mindig? Egy monogám vagy? Igen. Tehát, hogy nem csalsz meg soha senkit senkivel? Nem. Jó, ez jó. Nem. Én ahogy is tudják. Tehát amikor Cserhalmi Györgyel voltál csókolózó viszonyban, igen, akkor senki mással? Nem. De velem eddig ment el?
sem eddig. Nem hívott, el, csak... nem hívott el egy szórakozó helyre? Hát hívott volna, csak én nem mentem. Ó, ezt hogy hívják? Mert ment a teherautó haza? Hát azt mondtad az előbb, hogy teherautóval. Teherautóval mentünk haza, de hát figyelj már ide, ő neki már akkor hozani kellett kifele az árukat. Minden. A munka a lényeg. Munkaidőben. A munka felülírja a szerelmet. És akkor, hát úgy volt, tudod, még mink árultuk az umalkát, mikor eladtuk. Igen, mikor mink eladtuk, addig nem lehetett elvinni. Hajnal, mit? Hajnal 4 óra, akkor megnyílt a kapu, igen. És akkor lehetett kivinni az utcára, meg össze-vissza mindenki, akkor vihette el. És ő vele, mink még. Árultunk is, meg közben iszogattunk is, meg csókolomztunk. De miket bókolt neked? Miket mondott? De tetszek neki meg. Hát, szép vagy, de miket csinálna veled, vagy mi? Hát olyat nem mondott. Nem, nem úgy értem. Tehát, na, hogy szexet ide, olyat ilyen, nem. Ilyen kultúrálatlan látom. Nem erre gondoltam. Ide vinne, oda vinne. Nem, ilyesmiről nem volt szó egyáltalán. Hát akkor hogyan csapta a szelet? Hogyis, hát ott, mit tudom én már. Hát elfelejtettem már, rég volt. Az biztos, hogy csókolóztunk, minden ennyi volt. Ugye nem emlékszem már annyira vissza. De az ennyi, hogy én akkor még egyáltalán nem voltam. Nem, sehol. Nem sem. Voltam. Sehol, sehol, konyhorban sem voltam. Nem, még. Nem, egyáltalán. Hány éves voltam, amikor engem szültél? 18-at betöltöttem. Akkor a Cserhalmi gyerekkel mikor csókolóztál? Hát előtte jó volt. Egy előtte egy évvel, na, elégedett vagy? Nem, hát... Még, hát apádat már úgy ismertem, de nem úgy, hogy... Tényleg? Ja. Hogy jöttél össze apámmal? Apáddal úgy, hogy az egyik, nekem volt egy nagyon nagy szerelmem. Ki? Nem apám? Nem. Ha? Apádat nem is szerettem, én úgy mentem hozzá. Ez miért volt? Én megmondom neked őszintén. Engemet anyám még ütöttek, vertek állandóan. Én egy... rossz indulatú ember voltam az ő családjukban. Én sose voltam egy jó ember. Itt minden... Eleven voltál. Igen. Eleven gyerek voltál. Eleven voltam. Én igen. Akármilyen munkát elvégeztem, én mindent meg kellett csináljak. Én 5 évesen odaadtak Liba pásztornak, nővéremet, az öcsémet sehova. Ők otthon ücsörögtek. Csak engemet adtak oda a Liba pásztornak minden. 3-4 hónapig. Ott kellett vigyázzak, Viktanál bácsiéknál. Nem tudom, ismerted őket? Ja, hogy ismertem. Szabadkán laktunk. És akkor úgy kellett oda gyalogoljak, ha nem gyalogoltam, akkor megvertek. Úgyhogy nem volt nekem jó, hogy is így gyerekkorom. Na és akkor? Fiatal lány lettél? De biztosan az a tudat, hogy a családunkból csak egyedül te csókolottál a Cserhalmigyörgyet. Senki más? De most nem ez volt a kérdés, jó, hanem, hogy édesapáddal hogy ismerkedett ja, már. Édesapád. És akkor, hát ugye ezzel a gyerekkel másfél évig jártam együtt, Debreceni Feri, Borbé volt. És hát ugye mindig ellenezték, mert nővéremnek nem jutott egy ilyen hapsi. Igen. Mint ami nekem, hogy tanult ember. Aha. A Borbély az tanult ember? Hát szakmája volt. Szakmája hát a szakmáknak hatalmas becsülete volt. Edis Bandinak az apja, meg egy csak egy csoszkó volt. Mi az? Csoszkó. Az mi? Raktáros. Raktáros, kocsi rakodó. Ja, értem. Rakodó. Értem. Rakodó. És akkor, hát ugye mindig engemet, hogy is hívják voltak, piszkáltak, mert nővéremnek mindig ilyen emberek jutottak. Igen. Nekem meg mindig ilyen kitanult ember. Szakember. Igen. És kérlek szépen, ezért állandóan mindig piszkáltak engemet, hogy ez nem fog téged megbánni, ez nem, hogy is neked való, meg más padlásán kereskedik, ilyen dolgokat kaptam állandóan. Hát én fodrásznak akartam tanulni, nem engedték. Nem engedték. Azt mondták, hogy nekem csak a földön kell, hogy tanuljak. Ott kellett. Azért, hogy is igen, gürizek még mindig. Hát volt olyan ide, figyelj anyukám, hogy én elmentem, nem napszámba, felvállaltam egy holt földet megkapálni. Napraforgó. Nem kevés. Elmentem hajnal 5 órakor,
és kérlek szépen délre meg volt kapálva, gyönyörűen. 100 forintért dolgoztam. 100 forintért. Hát igen. Na jó, de hát azt tegyük hozzá, hogy nem manapságban. Abban az időben, mikor én 12-13 éves voltam, hát gondold el, milyen drág, vagy milyen nem kell gondolni, én tudom, mert engem a szüleim nagyon befogtak, mikor 12-13 éves. És akkor gondold el, hogy hát én állandóan nekem ezt kellett csináljak. Apám berugott, akkor már nem kellett a sertésterepre etetni. Nővérem sehol nem volt meg az öcsém. Nekem kellett minden idén menni. A legnagyobbnak. Nem, én ja, a középső volt, vagyok. A középső volt. És nekem kellett, mert a tehenészetben, amikor ott dolgozott az apám, berugott, nekem ott kellett ganézni, ott kellett abrakolni mindent. Fejni kézzel. Csöcsörészni. Igen. Gondolhatod el. És ezért nem engedtek tanulni. Aha. Na és akkor ugyebár, akkor nagyon megharagudtam, mikor azt mondták, hogy elvitték katonának. Egy évig vártam rá. Ki? Erre a debreceni? Erre a debreceni, debreceni Ferire. És akkor képzeld el, hogy Bájer Ferinél dolgozott ő tanulni abban az időben, de már akkor ő már kitanulta, de még ott dolgozott. Ismerted Bájer Feri? Fogalmas, hogy kiről. Na mindegy. Az állomásnál, a vasút állomásnál. Így se. Úgy se, jó van. És akkor gondold el, hogy hát állandóan mindig kaptam a levelet. Mindig kibontották a levelemet, azt akkor gúnyoltak vele. Anyám is, meg nővérem is. Úgy képzeld el, azt a sok gúnyt, azt a sok, hogy is hívják, ott kaptam. Megaláztatást. Igen, rengeteget. Életetekben még olyat nem kapott senki. És akkor gondoljátok el, nem mondom, erről teszek én. Mikor összevesztünk, de nagyon csúnyán. Elmentem nagyanyámhoz, ja, és akkor úgy váltunk el anyámmal, mondom, aki legelőször megkéri a kezemet, hozzámegyek vérhez, hogy csak innen szabaduljak. Tőletek. Az volt az apám? Igen. Így születtem én? Így. Dacból? Dacból, és nem is szerettem az apádat. Soha nem is szerettem. Soha. Az, tudod, milyen undorító volt? Olyan volt ide, figyelj, anyukám, bocsánat, hogy hóta után. Dehogy is, tehát tudom, meghalt az édesapám. Én nagyon szerettem az édesapámat. Nem baj, de én nem szerettem. Bocsánat. Dehogy is, semmi gond. És kérlek szépen, volt olyan, hogy hát oda járt már hozzánk, és akkor bemászott az ablakon, ott volt a rántott csirke, mind megette. Mert nekik, mit tudom, információk hallod? Nekik nem volt semmi kajájuk, hát ugye albéletben laktak. A Zsinórban? Aha. A Zsinó utcában? Ott. Se. Ne tudd meg az. Mi lett a debreceni Ferivel? A debreceni Ferivel szegény írt 15 méteres levelet. 15 méteres levelet? Úgy képzeld el. És mit írt benne? Imádlak, szeretlek, csak ne hagyj el. 15 méteres levelet. 15 méter. Olyan tekercs volt, úgy képzeld el, így. Érted? De szorosan összetekerve. És az, hát én azóta is mindig, hogy is ügyálkodom. Őt szereted. Hát igen. De hát mit csináljam? Vége van már. Igen, még? Tudsz a sorsáról? Nem, ezelőtt vagy 6 évvel találkoztunk. És? A Zacsi kocsmába. Oda jöttek be a testvérivel. És akkor meghívtam őket egy sörre. És akkor, hát ott... De megdobbant a szíved? Igen. Tudod mennyire? Nagyon. És akkor beszélgettetek? Beszélgettünk. Mi lett a sorsa? Minden az, hogy meghalt neki a felesége szegénynek, és akkor az anyósa rajta maradt, meg a két gyerek, és akkor ő ezekkel el van foglalva, és akkor így soha többet nem tudok róla. Mert nem tudok róla. Különösképpen utána, mint de már... De egyébként gondoltál rá így az életed folyamán, hogy... Sokat gondoltam rá. De szerelmes voltál belé? Nagyon. A másik... Azért kérdezem, hogy az életed nagyon folyamán... A másikban meg Kis Lajosban voltam én szerelmes, az életem szerelme volt. Kis Lajos a vadász? Igen.
Azt tudod, hogy kerülte nekem az életembe? Én láttalak benneteket, de ezt most nem akarom fölhozni. Te elmondom, én nem kell ezt, úgyis én nem is titkolom. Békési Lászlóval voltál együtt, már a felesége voltál. Igen. És én a Tanyán, ugye a Nagyfenék utca 9 szám alatt laktunk. Igen. És ő ott került képbe, nyugi, tudom a határt. De nyugodtan én elmondok mindent. Dehogyis, ilyeneket nem kell. Én elmondom. Emlékszem erre a... Én olyan, hogy is igyák voltam, kérlek szépen. De akkor most ki volt a nagyobb szerelem, a debreceni vagy a kis Lajos? Hát utána erre a Lajos. 10 évig szórakoztunk együtt. Szexáltunk nincs ebben, nincs ebben semmi... Nincs. A szerelem az nem olyan, hogy valakinek ártani akarunk. A szerelem az, hogy mondja, egy totálisan, automatikusan... Én az életemben... Az ellen nem tud az ember tenni semmit. Nem. Tehát vagy tudom. Jön... Én tudom. Vagy jön... És én na mindegy. Őszinte vagyok neked, én őszinte vagyok. És ez az őszinteségből... Én a Ferit szerettem, azt nem engedték a szüleim. Akkor utána úgy kezdődök Lajossal, megmondom én nagyon szépen. Békési, vele együtt dolgoztunk a természetben. És kérlek szépen, egy koszos cigány csajjal összejött a fürdőszobába. Ott fürdöttek együtt, meg ott keféltek. Bocsánat. Ez igaz volt. Rájuk töltem az ablakot. A fürdőszobai ablakot. Akkor egy sokkal durvább jelenetet szeretnék majd utána kérdezd. Na. Mentem haza. És ti veszekedtetek a Békési Lacival. Igen. Ugye nekem a mostóalpám volt ő. Igen. De ez a Nagyfenék utca 9. Igen. A Tanya. Igen. És te ugrottál ki az ablakon, ő ugrott utána ki az ablakon. Én erre értem haza, hogy kint az emberek fürdőruhában kerékpárral mentek ki a szanazukba. A kecskék fönt voltak a tetőn. 3 napja kerestük a kecskéinket. Igen. Nem találtuk a kecskéket. És ott ugye egy gesztenyefa volt a ház előtt, annak a leveleit ették, és ott heverésztek a gesztenyefa leve, amíg le nem legelészték. Igen. De én arra értem haza, ugye nem tudom ki volt a buszsofőr, de Dobozi volt, de mindig lerakott a Tanya előtt. Tehát nem kellett leszállnom jó messze. Igen. A busz megállóra. A Békésének a rokona volt. Igen, de mindig a Tanya előtt. Meg arra mentem be, benyitottam a kapun, igen, hogy kibe rohangáztak az ablakon, te kiugrasz, most a apám, nem tudom milyen állapotban, de a lényeg, hogy aznap kaptam egy olyan fejbeverést, a mai nap, hogy viselem a nyomát itt a koponyámon, berepett a koponyám, katonai nadrág szíjjel fejbevert, de az egy emlékezetes nap volt számomra, amikor jót röhögtem azon, hogy tulajdonképpen ugyanaz volt, mint amit a nagyapám csinált a nagyanyámmal, mert egyszer oda költöztem hozzájuk. Bajnok nagyapám jött haza a tetőkocsmából, iszonyatosan bebaszva, és nagyanyámat kergette, és össze-vissza kergette a ház körül. És nem védtem meg a nagyanyámat, és ő nekem ezt felrótta, hogy én ott nevetek ezen az egészen, és amikor láttalak titeket, hogy te kiugrottál az ablakon, most a apám után, stb., akkor... Nem utána, előtte! Mindegy, ez ilyen, hogy mondjam, tehát nekem akkor feldolgozhatatlan volt, de akkor nyilván azért nevettem rajta, mert ilyen komikusnak hatott, de azért ez egyáltalán nem volt komikus, akkor sem, és emlékszem, hogy a kalapácsot utánad vágtam, mert kiszaladtál az útra, erre emlékszem, kiszaladtál az útra, és ott mentek a kirándulók, akik mentek a szanazukba, ugye fürdőruhás, kerékpáros megoldással, és ugye megálltak tétlenül, meg értetlenül, hogy mit csináltok ti kint az utcán, igen, hogy utánad vágtak a lapácsot. Igen. Tudom. De nem hát, azért, hogy... Ezek ilyen durva... Hanem mindig alkohol volt benne. És állandóan mindig, hogyha olyan anya volt, az állandóan ütött fel, meg kidobálta a kaját, nem emlékszel? Dehogy nem, dehogy. Arra emlékszel... A szőtt kaját. Anyukám, leemelt a... Ezt főztél? A kurva vagy. Oh! Kidobta az udvarra. Ki? Hogy képzeld el, kidobta? Indulatos volt, de azt azért tegyük hozzá, hogy volt egy későbbi házassága, amit te említettél nekem,
már jóval később, amikor lelátogattam Gyulára, hogy gyerekeket kilugott az ablakon meg. Igen. Igen. Katinak a mostoltása ujjait. Na persze, egyik olyan béna lett, hogy abszurdum, nem is tud járni se. Na mindegy, szóval ő egy ilyen ember volt, ilyen. Ő volt a mostolapán. Bár nekem, hogy mondjam, tehát utólag is még mindig azt mondom, hogy kaptam tőle értékrendet, mert ő volt az, aki az AKV-tól, az Állami Könyvtermesztő Vállalattól rendelt egy hatalmas nagy doboz könyvet, a Lenin összes élete, meg a Titanic összes elsüllyedése, meg stb. Hatalmas nagy könyv. Azt én mind kiolvastam. Tehát én ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő nagyon szeretett olvasni. Tehát voltak pozitívumai is. Igen. Voltak. Csak én nekem tette a sok kogyisivjákot, a sok fájdalmat, meg a sok kogyisivjákot. A sok munkát. Ő leült olvasni, ott volt 10 darab bika, és akkor képzeld el, hogy hát reggel elindítom a gyerekeket, megetettem a jószágot, reggel 7-re megyek dolgozni. És akkor képzelheted el, mikor jön a főnök, azt mondja, Katika azt mondja, ordítanak a bikák, mi van velük? Hát nem biztos nem kaptak ki inni, mert mondom, én leabrakoltam, leganéztem, szénát adtam neki, minden, mondom, itt csak vízhiány van. Mondom neki, főnök, engedjem el haza. De azt mondja, menjem, mert ez borzalmas, ami ilyen, hogy a sivják volt. És nekem kellett mindent megcsinálni. Ő olvasott le, mondom, miért nem itattad meg a jószát? Majd isznak hónap. Na mondom, te is majd hónap eszel. Nem foglalkozok vele, nem is főzök, mondom. Egyáltalán. Jó, van egy nagyon jó élményem. Na. Abból az időszakból. Még Békésivel éltél együtt, és ott volt olyan kaja, hogy 20 literes fazékban nem is tejbe grisz, hanem kukoricakása. Na, az hogy készül? Mert kolbászsírra ettük. Igen, meg tejjel. Igen, friss tejjel. Igen. Az egy kiváló kaja volt, és napokig eltartott. Azt tudja, sós vízben meg kell főzni kását. Lehet bármelyik. Ledarált kukoricát. De lehet bármelyik boltba kap. De én is szoktam még mai napig is enni, én szeretem. Mert én szeretem. Hát én is, csak már nem csinálunk ilyesmit. A bélgolyókat az nagyon, hogy is hívják, rendbe tartsa. Mert az nagyon rendbe tartsa a bézgolyókat. Bézbólogat? Tudom. Bélbolyókat. Bélboly. Csak poénkodtam, hogy bézból. Na, megyünk tovább. Igen. Mert ez egy szép időszak volt. Igen. Voltak olyan szomszédaink, mint a közvetlenül előttünk. Tokajék. Én Gyöngyibe voltál szerelmes. Na, elárultál. Most miért árultál? Énként igen. Miért? Hát a szár mindegy az. Hát Gyöngyi nem volt belé szerelmes. Persze. Hát hogy lett volna? Hát a szülei úgy tartották, hogy én egy senki vagyok, és hogy az ő lányuk. De ez szerintem teljesen természetes gondolkodás egy szülői részéről, hogy valakinek szánják a lányukat, nem egy olyan senkinek, mint én vagyok. Na látod, éppen erről volt szó az én gyerekkoromból. Kérlek szépen, mikor ők mentünk ki kukoricát törni, akkor Ferinek az anyja, debreceni Ferinek az anyja kijött hozzánk segíteni, törni kukoricát már. Annyira mink össze haverkodtunk az én, ő Ferinek a szüleivel, én. Hát ők azt mondták, hogy ha én ott hagyom a szüleimet, mert én ott akartam minden áron hagyni őket. Mert én már nem bírtam azt, amit nővérem, amit csinált meg a anyám. Hát az egy undorító volt. Bozasztó. Én azért nem is nézek rá. Azért nem. Azt ugyanúgy beselje gondját a nővérem, amit én kaptam gyerekkoromban. A Csavai úton volt mamának, az édesanyádnak a tanyája, meg a papának a tanyája. És én ott nagyon-nagyon sokat volt, aludtam is, emlékszem az ágyra. Még az ágyra is emlékszem, hogy aludtam, meg az eperfára is, onnan leestem. De neked az, tehát ott te laktál azon a tanyán? Hát ott igen, lánykodtam, igen. Mennyi időt? Hát nem sokat, mert nem sokat. De hogy kerültek ők oda? Én legtöbbet, hát ott megvették ők azt a tanyát. Értem, de mennyi időt laktak ők ott? Mert nekem is kevés időnek tűnik.
Mert én, hogy magyarázom neked, én legtöbbet Sándorhegyen nőttem a nagymamáéknál, mert hogy mindig, hogy is kaptam ki, ötöttek, vertek. Apám kiverte a szememet. Ezében nadrág szíjjal. Azért nem látok az egyik szememre. Bizony. Úgyhogy nem kell nekem ezt mondani egyáltalán. Te emlékszel olyanra, hogy Gyulán a talicskás ember? Igen. Hát ott a tatáék, ahogy laktak, közvetlen lefele volt. Na akkor mesélj a talicskás emberről, mert ez egy legenda Gyulán. Bár már a fiatalok nem ismerik, azt sem tudják, miről van szó. Persze. De én még láttam személyesen, hogy ő tolta a talicskáját. Olyan szegénynek tartotta magát, és akkor képzeld el, Anna Mari, hogy bele volt várva a rengeteg pénz a zsebibe, vagy a ruhájába. Folton folt volt. Jön még? Nem. Ezt pedig oda mennék akkor. Meghalt már. Ember. És akkor képzeld el, hogy úgy halt meg, és akkor képzeld el, megnézték a ruháját, hogy milyen ez. Nagyon büdös volt, és akkor ott volt benne a rengeteg pénz. Annyira szegény volt, úgy szedte össze a papírokat, meg minden. Szegény. Egy ilyen, iszonyatosan lecsupaszult, ilyen csatakos ember, állandóan tolta a talicskát. Igen, tele volt pénzzel. És Ben Gyulán tolta a talicskáját, ilyen fatalicska volt. És ott fagyott meg a tanyán a sok papír között, mert hordta a papírt. És sajnálta még azt is eltüzelni, hogy hát ne, hogy is hívják, hogy nehogy meleget ez adjon neki. Ez a mamáiknak a szomszédjából lakott. Nem tudom, de mindig nagyon csúnyán és csatakosan nézett ki. Senki nem gondolta volna róla, hogy akár egy forintja is van, mindenkinek gazdagabb volt, de őrizte a pénzét, tehát soha semmire nem ment vele. Még mindig megvan a kis tanyája? Megvan, persze. Láttam. Akkor képzeld el, amikor mind gyerekek voltunk, kislányok. Az Eleki útban laktunk, és akkor gondold el, hogy hát ott volt két aglegény, de idős bácsik. És akkor, hát ugye mi álltunk át nekik takarítani, segíteni. És akkor mindig kaptunk egy kis kolbászt, de olyan kolbászuk volt, képzeld el, hogy így, de rengeteg kolbász, ennél nagyobb kamrájuk volt, de tele volt kolbásza, de így, hogy méterekre, úgyhogy nem volt bepározva. Jó, értem. Fölgöngyölítve. Úgy felgöngyölítve, és akkor úgy lógott el, olyan finom kolbász az életemben nem ettem. És akkor képzeld el, hogy hát jártunk oda takarítani, hát mindig hordták, elloptuk tőle a tojást, mert sok tyúkjuk volt, vagy 56 darab tyúkjuk, nekünk kevés volt. Mi megloptuk a tojást, egy kis kolbászt loptunk. Akkor ilyesmiket meg kaptunk is. De csak annyit kaptunk, hogy hát nehogy szólnak. Éppen. Igen, vigyázni keletre. Mert meg sokat loptunk belőle. Mink ilyesmiket csináltunk. De aranyosak, szerettek bennünket. Egyszer nagyon megharagudtak ránk. Mert kérlek szépen nem mentünk takarítani, mert azt mondtuk, hogy mi most már nem érünk rá. Hát meguntuk a takarítást. Hát olyan, én lehettem olyan 7 éves. Nővérem meg 9, és jártunk hozzájuk takarítani. És akkor erre a kis kolbászra, meg mit tudom, mi meg keveseltük. Elmentek félre, azt akkor mi megtöltünk még belőle. Gyorsan lekapkodtuk, megettük. Azért haragudtak meg, lehet. Hát, hogy észrevedik. Nem arra. De egyébként mi nem adtak normális fizetséget, érted? Tehát ez miért van mindig így? Nem arra, hanem arra, kérlek szépen gondold, de hogy hát nem mentünk takarítani, és akkor azt mondták, hogy hát az a gyönyörű arany aratási körte kezdett érni. És akkor nem kaptok a büdös kölykök, mindig azt mondta, büdös kölykök, nem kaptuk. Jó, hát nem kapunk, nem. De hát ugye alig bírt menni a bácsi, de mindig az ustora kezibe volt, hogy abban megver bennünket az ustorra. Érted, mi alapfelállás azzal megver bennünket. Igen, és akkor képzeld, de hát nem mentünk. A kis öreg bement, mi meg felmásztunk a körtefára, mi jól laktunk a körtefán. És akkor állandóan, na büdös kölykök, nem kaptuk.
kötét nem eztek kötét, de már jól laktunk, meg ott rögtünk a fán. Na akkor még mondok egy sokkal durvábbat. A gyulai fafémnek a háta mögött ment egy vasútvonal. Igen. Te szerintem tudod, hogy mi az a hely, nem tudom mi a neve annak a helynek. Majdnem, hogy Bodoki. Majdnem. Az. Majdnem, hogy Bodoki. Igen. De ott volt egy hatalmas nagy cseresznyefa. Igen. Egy kis öregasszonynak mentünk szedni. Igen, fater oda jár. De nem is ez volt a lényeg, hanem... Még én is voltam, csak... Nem tudom, hogy került akkor oda apád. Mindegy, mindegy. Mindjárt lezárjuk a filmet, mert hosszú lesz. Volt ott egy telek, és ott volt egy cseresznyefa, nem apám járt oda, meg nem is tudtam, hogy kié az. Csak bemásztam a kerítésen, fölmentem egy szatyorra a cseresznyét fogni. Szemetes kocsi, hagyjuk a fenében, szedik össze a szemetet. Hagyjad, mennek tovább mindjárt. Jó. A lényeg az, hogy fölmásztam a cseresznyefára, és elkezdtem cseresznyét. Nagyon finom cseresznye volt. Vastag, sötét. Az, mint az enyém maga. Vastag, sötét. Rapogos. Azaz. Akkor tudod mi, fölmentem a tetejébe. Jaj, hát oda jártunk mink szedni. Nem, ez egy másik hely. Én oda belopóztam, ez kerítéssel körbe volt, én cseresznyét lopni mentem oda. Igen, nem csak fönn voltam a cseresznyefa tetejébe, a szatyorba szedtem a cseresznyét, de megjött a tulaj a feleségével, meg a gyerekével, kinyitották a kaput, és a Skoda SL 100-assal beálltak a fal alá, és ott ugye kinyitották a nyaralónak az ajtaját, meg tüzet raktak, meg stb. Én már egy órája ott voltam a cseresznyefa tetejében, és csendben vártam. Úristen, hogy mikor észlelsz? Hát, hogy mikor tűnnek el? Tudom. Hát, hogy le tudjak mászni. És rám jött a pisilhetik, de már nagyon, már nagyon-nagyon pisilnem kellett. Úristen, egyes. És akkor rápisiltem a fára, és ugye csorgott végig. Nem, tehát a fán végig. Tehát igyekeztem nem hangot kibocsájtani. Hát sikerült, de nem az volt a lényeg, hanem hogy nem vették észre azt se, hogy lepisíltem a fát és lecsorgott az aljába, hanem ők ott szalonnát sütöttek, és én vagy 5-6 óra hosszát a fa tetejében voltam. Éges voltál. Az nem, mert ehettem volna cseresznyét, ami belém fér. Meg kellett várnom, amik ők befejezik a szalonnasütést, összepakolnak, rendet raknak, kitakarítanak a nyaralójukba. Az volt a szerencsém, hogy nem jutott eszükbe fölmászni a cseresznyefára és cseresznyét szedni. Mert akkor lebuktam volna. De én nem emlékszek erre. Hát mert nem meséltem soha ilyeneket. Hát nem. Hát ez nekem maradt meg, hát minek meséljek el ilyeneket. Loptam cseresznyét, az kész. De meg kellett várnom, míg összepakolnak, beülnek az autóba és bezárják a kaput és elmennek. Aha. És akkor felélegeztem és lemásztam és visszamásztam a kapun egy szacsor cseresznyével is elmenek. De volt ilyen egyébként kint a szanazukban, hogy kinéztünk Pityúval, öcsémmel. Dinnyét meg dinnyét, mindent. De egy fickó. De oda jött hozzám, tudom. Hát dinnyét akartunk lopni. Nem Kátai Bandi bácsi, hanem jaj, nagy Béla bácsi. Jött, azt mondja, Katika, ne haragudjon. Mondom, miért haragudnék én, Bandi bácsi? Azt mondja, a kölkök állandóan jönnek dinnyét lopni. Leszették a dinnyét, azt mondja az őbe. Jaj, mondom, hát ne haragudjon magam. Mondom, kifizet. Nem kell nekem kifizetni, csak ne jöjjenek többet. Hát ez egy gyerek csíny. Hát igen. Hát a mai gyerekek biztos lopnak dinnyét, de legalábbis remélem. Hát nem tudom. Nem igazán hiszem ezektől a kölyköktől. Ezek mind olyan gyáva kölykök, hogy interneten. Jaj, milyen volt, amikor ugye, még Manyikánál laktam. Valamiért van, Manyikánál laktam. Nem laktál, csak nyaralni voltál. Mindegy, de a Bandika... De haza is kellett, azonnal gyere. Hát igen, a Bandikával elmentünk dinnyét lopni, motorral, ketten Simpsonnal, és jött utána szintén Simpsonnal a mezőből. És eldobáltuk a dinnyét, az meg a süket meg követett bennünket hazáig. És de nálunk maradt egy dinnye. És akkor Manyika mondta neki, hogy na jó, ez a magáé? Azt mondja, akkor vigye. De hogy mondjam, tehát mondta, hogy dinnyét loptunk, meg stb. Hát azt mondja, miért baj ez? Meg valami elküldte a fenébe a mezőr, de az meg el is ment.
De majdnem elestünk motor, de minden, eldobáltuk, vagy 5 dinnyért leszettünk a mező, tehát a mezőről, és a mezőről utánunk jött szintén Simpsonnal, mert meg ketten mentünk Simpsonnal. Hát de a lényeg az, a Manyika megvédett bennünket. De azt sose felejtem el, Pisti, hát olyan 7-8 éves lehetett, emlékszel te arra? Elment horgászni, kiment Vári alá Duzzasztóhoz. Ekkora, hát volt vagy 5-6 kilós busa hazahozva. Mondom neki, te elloptad valakit, te ezt nem bírtad meg. Anyu, hát mondom, a kő közt oda volt szorulva. De az máj napig is azt mondja, hogy onnan szedte. A kövek közé oda volt szorulva be. Én mindig mondtam neki, te ha jön valaki érte a halér, mondom, én nagyon ütlek. De nem, azt hát én például loptam halat is, tehát Szanazúban apámnak volt a fafének volt a nyaralója. Ja, hát te akkor... Már külön voltatok. És én apámmal elmentem a Szanazúba nyaralni, a fafém nyaralójába. Tudom. És ott voltak horgászok különböző stégeken, és az egyik fogott harcsákat. És én kivettem az egyik harcsát a szákjából, mert ugye elment nem tudom hova. Lehet, hogy WC-re. De hát ugye a szákot ott hagyta a móló mellett. Kivettem a harcsát és bevittem a nyaralóba, ahol volt egy szökőkút, ahol beletettem. És aztán, amikor jött apám, akkor mondtam neki, hogy tessék itt a harcsa, estére főzzed meg, vagy mit tudom én. Mondta, hogy honnan van? Tehát furcsálott, hogy honnan van egy ilyen ekkora brutális nagy harcsa. Hát mondom, figyelj ide, lent a körösön, ott volt a part szélébe, belekapaszkodtam, most hoztam. De hogy ne dögöljön meg, mondom, beraktam a szökőkútba. És fater el is hitte. És hát ugye nem, a mai napig nem derült nyilvánosságra, hogy én ezt loptam. Nem, baj, nincs abból semmi. Ráadásul, amikor ott voltunk abban a nyaralóban, akkor én bementem a boltba, és akkor ilyen hosszú, hát nem tudom minek nevezni, a rágógumit, tehát nem olyan rágógumik voltak, mint most, hanem ilyen... Olyan gumicukorszerű. Nem, golyó rágógumik, ja, tudom, csoportosan. 20 darab volt, vagy mennyi igen. volt benne? Én egy ilyet elloptam a boltból, és bedobtam egy bokorba. Faterral meg véletlenül arra sétáltunk, amikor a bokorba megtaláltuk hirtelen az általam ellopott rágógumikat. Nézd, mondom, hát rágógumi! És akkor faternak kicsit feltűnt, hogy bazd meg, fiam, te... Ezt tudtad, hogy hol van? Igen, előre tudtad, hogy ez ott lesz. De mindegy, de nagyon sok élmény fűzik. Én rengeteget loptam gyerekkoromban. Na mindegy, kikapcsolom a kamerát, mert ez már sok ez a film. Ez hát nagyon sok információ elhangzott, amire rá lehet ugrani. Hát majd kitalálod, hogy melyiket, hogy mint teszed.